Az ország több pontján már megkezdődött, máshol még csak készülnek az idei szüretre a borászok. Akkorai érésű szőlők esetében azonban már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelenthet. A szintelen szaktalan, a levegőnél másfélszer nehezebb gáz miatt évről évre számos riasztást kapnak a tűzoltók, minden évben követen halálos áldozatot. Pedig a balesetek megelőzhetőek lennének. Nagyon fontos a szellőztetés, és célszerű a pincékbe széndioxid érzékelőt is felszereltetni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, hogy van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe, hiszen ha a gyertya elalszik, akkor életveszélyes a pincébe menni. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termel. Ez önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, a szellőztetés nélküli pincében kiszorítja a levegőt, és a padló szintjétől tölti fel a helységet. Rövid idő alatt beállhat az oxigén hiányos állapot, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtság érzet. Ezeket az eszméletvesztés végül a fulladás követheti. Ha megtörténik a baj, a 112-es hívószámot kell hívni, és a tűzoltók segítségét kérni.